Üdvözlök itt minden kedves középkorrajongót és minden kedves olyan rajongót, akik csak szeretik a stratégiai játékokat, vagy tetszik az én hangom. Lehet, hogy vannak itt olyanok is tényleg, akik nem a játék miatt vannak, hanem az én hangom miatt. Jó szórakozást mindenkinek! Na, szerintem látjátok, hogy mit akarok. Szerintem látjátok, hogy mivel szemezgetek most. Úgy gondolom, eljött az ideje, hogy Svédországgal több közös határunk legyen. A svédek jó fejek. Valószínűleg sose fognak megtámadni minket, és nagyon aranyos szomszédaink lesznek egészen addig a pillanatig, ameddig nem szeretném, hogy a részét képezzék a birodalmunknak, mert tök jó lenne, hogyha nem csak szomszédok lennénk, hanem összefognánk együtt egy birodalomba. Na, amondó vagyok, nem tudom, nem néztem meg, hogy hogyan tudunk deklarálni háborút, tudunk de jure területeket így elszedni, tudunk így elszedni, tudunk úgy elszedni, és tudunk egy duccsiságot is, mely szent így kiszakítani belőlük akár. Szerintem az néz ki a legjobban, nem? Melyszen tűnik. Lusati az olyan nem tudom. Melyszen, ez valószínűleg Melyszen lesz. Vagy vívhatunk egy háborút szimplán ezért a területért. És akkor igazából megkapunk két területet. A duccsi háborúval ez... Hát ez... egy picivel több. Ez egy picivel több terület. Na jó van, figyeljetek, nem is szórakozom itt. Hol van a zászlóm? Ó, tudom. Nem, azért háborút vívtuk utána. Jó, tudjátok, hogy tök mindegy. Gyere, lila zászló. Itt van. Itt van, már leraktam, hogy elindítsuk majd ezt a háborút. Tudjátok, mi lesz a probléma? Elfelejtettem, hogy a katonaságunk lehet nem fog ideérni. Még 3 napot ír. Ó, jó. Jó. Jó, mind odaértek. Ide át. Ott egyesüljön mindenki. Úgyné. Ott az... What happened? Ott valamiért megszűnt néhány emberünk. Mindegy. Mi vezessük, vagy pedig a logisztikai csávunk. 40-es izével azért. Lehet, hogy mi fogjuk vezetni inkább. Vagytok egy páran, de nem baj, mert 33 az előnyünk. Édes Istenem, te kit küldtél ide? Hát ezt 50%-ot el is értük. Ez innentől kezdve már csak foglalgatni kell. Azt mondja, akkor, hogy a szokásos srácok trebusék külön, gyalogsággal is. Ők fogják vezetni a izét. Az ostromot, a House Guardot is átadjuk nekik, hogy azért legyen valaki. Valamik mellettük legyen létszámnövekedés. És szeretnék valakit, aki nagyon jó ostromra. És megyünk a fővárosra. Nem megyünk a fővárosra, mert legyalulna a katonáimat. Hát és mi meg itt megvárjuk szerintem ezt az egészet. Mennyi katonád van? 1300. Hát úgy tűnik sokan nem léptek be, hogy segítsenek neki. Szóval ez igencsak szomorú. Mit szeretnél? Ó, gyere. Hozott egy kis aranyat. Dynastia Legacy. Hoppá, mennyit mentünk már előre. Azt hiszem ide akarok menni, nem? Domain Limit plusz 1. Valószínűleg ide megyünk. Jó, 10%-kal több katona, 10%-kal több adó. A powerful vazallusoktól. Tehát nem az összes vazallustól, csak a legerősebbtől. Azt hiszem vannak vagy 5-en vagy 6-an. Ami egyébként voltak éppen azt jelenti, hogy Németország 10%-kal többet adózik meg az ilyenek, értitek? Jó, kit érdekel. Ha lehetne, mondom. Egy bírót. Bárki, aki a paradoxnak tud üzenni, vagy visszajelezni. Bírói feladatkört készítsen. Legyen kevesebb event ezekkel kapcsolatban, hogy oh, igen, ő ezt csinálta, meg azt csinálta. Úgy érzem magam időnként ebben a játékban. Így az uralkodóval. Mint hogyha egy ilyen drámasót hallgatnék.
Tehát látjátok, ő ezzel dugott, ő azzal dugott, ő őt utálja, az azt utálja. Ez megy végig, de még a közben is ezt csinálják, amikor mondjuk éppen egy baromi nagy háború alatt vagytok, és véded az országodat, hogy ne halljatok meg. Szóval ilyen... ennyi-bennyi. Itt mekkora supply limit? Hát elég kevés. Ezt a 8000 főt sose fogom átvinni, hogy ne veszítsünk supply-t. Rá fog ugrani. Nem baj. Oda fogunk kérni. Ja, hogy menekül. Ja, hogy elverték. Az már is más tészta. Hát ezt nyertük, ezt a háborút. Én arra gondoltam, srácok, megmondom teljesen őszintén, hogy ez lesz a mai részben. Hát remélem, jól szórakoztatok, akkor legközelebb találkozunk. Ez gyorsabban véget ért, mint gondoltam, hogy fog. Nagyon sok területünk van. Elkezdünk odaadni magyar kultúrával lévő személyeknek. Ami azért lesz szomorú, hogy nem fogják tudni megvédeni magukat, de most ezzel pont nem akarok foglalkozni. Így. Hát ez kifejezetten gyorsabb volt, mint amire számítottam. Frísia? Frísia, mit gondolsz? Frísiai háború? Ti honnan? Ja, honnan van Frísia? Frísia. Jó pofa neve van. Nem, már van egy háborúja. Ja, Franciaországbelivel. De itt valaki be van szállva. Németek be vannak szállva ebbe a háborúba. Holy War. Krakkóért. Németek szent háborúznak Krakkóért. Tudok-e olyat csinálni? De azt mondom, hogy becsatlakozok a háborúdba. Nem. Én, mint király, sőt, bocsánat, én, mint császár, nem mondhatom azt, hogy a területet foglalsz a birodalmunknak? Hagyd támogassalak meg, oda küldöm a kisebb csapataimmal, megtámogatlak. Amúgy az is nagyon király lenne, ugye a rómaiaknál régebben ugye úgy volt, hogy volt ugye a birodalom, és ugye voltak egy-egy nagyobb hadvezérek, akik egy-egy nagy sereget vezettek. Tök jó lenne, ha tudnám azt mondani a német királynőnek most, hogy figyelj, itt van Nesze, a harmadik magyar hadsereg, vagy valami hasonló, és menjél vigyet, foglalja császárodnak. Ez tök jó lenne, ha ilyet össze lehetne rakni. Hát mindegy, ebben az esetben. Megint ránéztem Bizáncra. Ó, 4 év. Nem lehet foglalni arra se. Na, Valetia. Kedves Valetia. Van itt egy pár szövetsége, kit érdekel. És már átmentünk abba a színbe, hogy pont nem érdekel minket. Szleszviget is foglalhatnánk, meg Valetiát is. Szerintem foglaljuk el Valetiát először, aztán Szleszvigre majd megyünk később. És ő fog becsatlakozni, lehet, katolikusok. Ne menjünk, kit érdekel, figyeljetek. Nem tudják megállítani ezt a hatalmas pirodalmat. Itt fogjuk összehozni a seregeket, mert kelleni fog neki egy kis idő, míg összejön. 7 napot ír, teljesen jó nekem. Lett egy faction ellenünk. Egy-ketten beálltak. Most már vannak 10 000-en. Teljesen jó, most már van esélyük. Independence Faction. Fogadjunk az egyik ilyen kis területit. 1%-nyi ereje sincsen. Nem. Beívjuk, csatlakozzon hozzánk, de amúgy nem akarok fizetni neki. Ó, vele vezetjük akkor. Itt zuhan a war. Ez a supply-unk, nem is a war-szkorunk, a supply-unk.
Egy ütközet tök jó lenne, rögtön tudnánk nyerni egyet. Hoppa, felejtel is kaptuk a csapatoknak. Ez micsoda? Ja, valamiért szvéjelem ezt a csávót itt. Jaj, tudom miért, tudom miért. Így, azt hiszem javította a kapcsolatot. Most 52 a kapcsolatunk. Azt hiszem azért, mert egy ilyen conversion-t szeretnék tőle, nem? Ha jól emlékszem, azért kezdtem el. Ja, ő az athéni herceg. Szóval egy ilyen conversion. 100%, hogy elfogadja. És tudnék Hugh-ot ellene használni. Érdekes. Na, hát akkor figyeljetek. Ezt abba is hagyhatjuk. Blessed be Isten, ez az. Átállt a mi vallásunkra, nagyon jó, és valószínűleg a rokonai is, és onnantól kezdve az a rész, az a mi vallásunkon van. Itt végeztünk az itteniekkel, nem? Oda menj először, hát ha elkapod, és aztán pedig oda, hogyha nem. Valószínűleg nem kapjuk el őket, nem baj, menjünk körbe. Előbb vagy utóbb meglesznek, mert hogyha mozognak a mi területeinken, akkor nem hiszem, hogy lassabbak, viszont sérülnek. Kaptunk egy nemeziszt. Kirgiz kanáte. Nagyon jó. A keletről ez a dotraki nép jöveget hozzánk. Ezek a még kulturálatlan nem mongolok. Mit akartam mondani? Amikor egy nép, tudjátok, mozog egyik helyről a másikra. És úgy ott letelepednek új helyeken össze-vissza. Nomád. Ez a nomád nép keletről. Velük régebben egyébként szövetségbe voltunk. Valamilyen szinten a rokonainknak is számítanak. Egy minimális szinten, azt hiszem. Jó, legyen. Mindjárt meg is nézzük. Kirgiz kanáta. Az ő apja, annak az apja. Hát már nem tudom, hogy mikor volt ez. Itt, de ez volt. Neki. Hát nem az anyja. Nem, neki is a felesége, a régi felesége, és az apjának is. A nem tudom hanyadik felesége, szerintem az első felesége, de ugye nekik vannak ilyen ágyasaik így a kultúrában. Szóval ezért ő neki, az anyja egy teljesen más, tehát látjátok, Child of Concubine. Emiatt nem lett a rokonunk. Ellenben viszont ez azt eredményezte, hogy viszont tudunk egy házasságot is csinálni vele. De, ja igen, itt volt a házasságtörő a lányunk. Viszont, ja, ha megörökli az örökös, akkor onnantól kezdve valamilyen szinten a rokonunk. Nézzétek, még Divine Blood is van nála. Member of your family, your nephew. Érdekes viszont, hogy ők már nem számítanak a rokonnak. Viszont a Divine Blood még mindig itt is itt van. Ha csak nem fejlesztették ki ők is. Ha kifejlesztették, akkor valószínűleg azért kapják, de értitek, ez nekünk is benne van. És azok a rokonaink, tehát előbb vagy utóbb biztos, hogy egy a mi vérvonalunkból származó személy fog uralkodni ott. Csak nem fog, egy nagyon távoli rokonnak fog számítani. Szóval nem lesz, mi az, szövetség, békeszerződés, vagy bármi hasonló dolog ilyenkor. Ó, ilyen house feudot tudnék indítani, de nem akarok. Ez olyan gyerekes ez az egész. Nem akarok. Nem, nincs különösebben okom ilyen dinasztia szintű vitát indítani ellenük. Ha csak nem kezdi még tovább vinni, hogy mondjuk az unoka testvérem ne örökölje meg a területet. Na, hát még több terület, amit szereztünk.
ezen a részen is kezdhetnek uralkodni a magyar kultúrával rendelkező emberek. Mindenhol magyar kultúra és tártos vallás lesz. Na, nézzük csak, megfigyeljetek. Vallás, tártos vallás, mekkora mindenhol. Azt a mindenit. Itt is az lesz, már itt is olyan uralkodó uralkodik, ezeken a részeken is mind. A régi tártos vallású területeken is az új tártosisták uralkodnak. Szép, szép. Milyen a kultúra? A kultúra az már egy nehezebb dolog. Tehát mögér. Tudjátok, Greek. Azt hiszem valamiért így neveztem el direkt azért, hogy a görögökre utaljak gerre. De úgy, hogy ugye megmaradjon a mö része itt az elején. Na mindegy, nagyon belemegyünk ebbe. A kultúra az lassabban terjeszkedik. Nem is összpontosítok rá annyira, szerintem most se csinálunk ilyen kultúrás térítést. Foreign Affair. Melyik a kultúra? Itt a kultúra. Ja, a pénzre vagyunk ráva, hogy több pénzt szedjen be a hölgyeményünk. Tehát lehetne... De a görögöket nem akarnám, mert ugye a möger, ugye az félig görög, szóval a görögökkel jó kapcsolatunk van. Szóval nem szeretném. Viszont a bolgárokkal lehetne errefelé, de nem tudom. Debarian kultúra. Ja igen, Debarian kultúra. Viszont ez is így összehúzással van. Lehet azért, mert a möger kultúra az elfogadott, és akkor mindenhol máshol azok külön kultúrának számítanak? Ez miért jelzi? Ja, csak nem látom a csíkokat. Jó. Nem tudom. Most pénzre nem feltétlenül van szükségünk. Szóval akár lehetne itt ilyen térítéseket. Csináljunk egy-kettőt. Legyen több a möger kultúránk. Mi van még itt? Mit tudunk nézni? Házakat tudnánk nézni, de hát az elég egyértelmű, hogy hogy van. Gazdaság, egy olyat nézhetünk itt esetleg. Azt hiszem a narancssárga, igen, azt hiszem a narancssárga. A sárgás, narancssárgás az, ami a jó és a vöröses, a gyenge gazdaság. Fejlődés. Ugyanúgy, sárga. Kontroll. Minden, ami nem ilyen szürkés, az alacsony kontrollt jelent. Vagy alacsonyabbat. Ezek meg a milyen területek vannak, az nem olyan érdekes. Government esetleg. Hoppá, feudális majdnem már mindenki. Vannak a klánok, meg még van egy nagyon minimális tribal. A tribal megint nem jut eszembe, hogy milyen népnek nevezzük az ilyeneket. Nomád nép, ez a nomád nép. Kirgizkán. Mi történik itt? Menjünk el egy vadászatra. Hát technikailag most stresszből jók vagyunk. 7 hónap lenne oda utazni. Visszautasítjuk. Ja, a ransomök mehetnek. Srácok, mindenki távozhat, aki csak szeretne. Na nézzük, milyen terület... Itt ez eddig is így be volt foglalva? Azt nem figyeltem. Milyen területeket szeretnénk foglalgatni? Galícia, Volhenia. Ők de jure alánk tartoznak-e? Nem. Not rightful liege. Oké, most van egy mínusz 9 kapcsolat amiatt, mert offenzív háborúkat csináltunk. Egy picit hagyom, hogy lejjebb menjem, és aztán megint csinálhatunk még egy offenzív háborút. Erre is lehetne, de... És annyira nem velesse vagyunk, tehát ő sem mi területünk alá tartozik. Azt kéne megnézni, közvetlen így mi alá tartozik. Aha. Elég kis része annak, ami ténylegesen a birodalmunk alá tartozik. Ugye ez most az, hogy nem törvény szerint, hanem jog szerint mi tartozik a mi Magyar Birodalom címünk alá.
És látjátok, hogy nagyon sok területünk kívül van belőle, ami azt jelenti, hogy ezek a területek potenciálisan lázadni fognak. Hogy alakul? Ja, utoljára Bavariát raktuk bele. Igen. Németek 55 év, 50 év, 21 év lenne, 10 év lenne Great Moravia, 11 év lenne Szerbia, Nikka lenne 23 év, 3 év lenne Teberid. Jó. Szóval Teberidet berakjuk. 3 év az egy pillanat alatt megvan. Levi Reinforcement. Hát menjünk itt végig, akkor legyünk architektek. Na, automatikusan mindenkit engedhetnétek, aki létezik. Illetve azt nézzük, építkezés. Itt mehetne is. Legyen ez. Hű, de drágák az építkezések. Hogy van az örökösödésünk? Jó, mindent egy darab örökösünk fog örökölni. Antal Mom Killer. Az anyagyilkos. Nice. Neki is viszont vannak már gyerekei. Egész okésak a trétjei. Ő egy tanult személy, tehát vele a tanulásra mentem direkt, ahogy nézem. Jó. Oké. Akkor egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy nem fog semmi úgy alakulni, hogy problémát okozzon nekünk a további terjeszkedésbe. Popular opinion, mindjárt. Ja, nem még van minusz 5 offenzív háborunk. Ha ez a rész a területünk alá fog tartozni, nem, ez a rész, körülötte foglalhatnánk mondjuk Dulót. És Dulót alá rakhatnánk Teberid alá. Viszont nem fogjuk tudni elfoglalni az egészet. Ellenben Mordvinia az elég nagy része. Hát őszintén szólva egyébként ez lenne a szebbik része, de szerintem Mordivinia az egy nagyobb terület. Kár, hogy nem írja, hogy mennyi területnek számít. Tehát ez 1, 2, 3, 4, 5, ez 1, 2, 3, 4, ez csak 4 terület, érdekes. Igen, az itteni területek azok annyira nincsenek úgy felbomlasztva. A barátunk meghalt, ezért stresszeltünk. Felnőtt a kis csajszi. Kik a németek megint? Megint németek? Igen, a németek már megint beálltak abba, hogy függetlenségi ábrut szeretnének. Mivel 10 000-en vannak, ezért ki is teszik a 30%-át konkrétan ennek a küszöbnek. Ami jó lesz, mert egy örökösödési helyzetnél megint lázadni fognak valószínűleg. Csináljunk egy olyat, nézzünk egy olyat, hogy kezdjük ezt véjelni, és nézzük, hogy oda tudok-e adni nekik valamit, amit esetleg nem használunk. King Tibors Tagger. Tibor tőre. Ez csak itt egy tör nálunk? Igen. Oké, figyelj, akkor küldök egy ilyet neked. Gyere. Oké, szóval elveszítenénk a tört, amit most akarok odaadni a német királynak. Viszont kapnánk egy páncélt. De nem a páncélunk, azt nagyon sok pénzt költöttünk arra, hogy az jó legyen. Nem hinném, hogy tudnának jobbat adni nekünk. Na, kedves Tibor, itt van te. Ó, várjál, csak még a kardot is tudom odaadni neki. Ez nem a mi kardunk, csak láttam, hogy van egy ilyen felesleges kardunk. 37-tel nőne a véleményenek, 75-tel így. Tessék, megkapod ezt a tört. Ami nagyon jó, mert lehet, hogy hátba szúr majd vele minket. Arra vagyok kíváncsi. Jó, ezzel, hogy ilyen jó kapcsolatban lettünk vele, ezzel ki is lépett a függetlenségi háború kezdeményezéséből. Ez nekünk tök jó. Ezek a németek nagyon nagy problémát okoznak, túl erősek.
Őket akarom majd belerakni a birodalomba, csak itt ez a Teberid ország, ezt gyorsan meg tudjuk csinálni. 750-et fizetünk, és Queen Ladika többet fog fizetni nekünk, onnantól kezdve adóból. Megállított a játékot. Ő itt a Croatian hercegnő, a brilliáns. Milyen adózási állapotban vagy jelenleg? Normál. 2,6 aranyat fizet. 4 aranyat fizetne így. Őszintén szóval nem... nem szeretném. Nem szeretnék fizetni, viszont van diplomáciából esélyünk, hogy 81%-kal megcsináljuk. És ezt összehoztuk, vagy nem? Ja, igen, összehoztuk. Nagyon jó. Meggyőztük. Kuzarit populisták. Errefelé. Stone Barak Beográdban elkészült. Sose tudom, hogy kell hirtelen oda menni. Ennyire gyorsan? Alig hagyom futni az időt. Ennyire gyorsan be is fejezted ezt a barakot? LOL! Az kemény. Nagyon gyorsan építkezünk. Hogy állunk akkor most úgymond az infamival? 2, mínusz 2. Na, mehetünk is. Kedves barátom, ezt szeretnénk. Kopiort. Kopiort szeretnénk megkapni magunknak. Azt mondták, hogy nagyon szép ott a másodás védelem. Itt a szeretett lila zásznom. De tudjátok mit? Miért nem azért használom a pirosat? Használjuk a piros zászlót. Rakjuk ide a sereget. 3000 parasztot emeljük fel. Eszembe jutott valami viszont, srácok. A francia királyságért igazából tudunk menni majd egy teljes királyság szintű háborút. Vagy mehetünk az angol királyságért, stabilizáljuk a helyzetet, és elkezdjük azt a ambíciómat, hogy egy brit birodalmat létrehozni az én családom uralkodásával, úgy, hogy függetlenek tőlünk. Egy ilyen ambícióm van. Szeretnék egy ilyet csinálni. És abba belekezdhetünk majd. Na, seregek, itt mindenki álljon egybe, köszönöm szépen. Úgy, gyönyörű. És akkor most azt mondjuk, hogy a levik azok menjenek ki. Ennyi egyelőre, és a trebusét átadjuk. Tudom, hogy mennyi. Hát 3-8 ezer, azt hiszem akkor úgy el lesznek, azért ide menjetek át. Innen a House Guardot is küldjük át, és további leviket. Így. Ez a sereg. Zájon ide egyelőre. Még ha ketté választom, még akkor se fognak supply-t kapni. Mit foglalunk? Ja, itt ezt a részt. Lejtettem, hogy hova megyünk. Hoppá, Miklós. Halihó, tök jó vezér vagy. Aha, oda mehetünk is arra az erődre szépen foglalni. Milyen érdekes, hogy itt egy ilyen fa erőd van, itt meg egy ilyen kő erőd van. Érdekes, valószínűleg a kultúra miatt, más kultúrának az építkezési stílusa. Itt is van egy olyan, látjátok? Jó messzire raktam le magunkat. Itt a területek azok olyan csalafinták, mert hogy ránézel egy területre, és akkor így nézzétek meg, mekkora területek vannak itt. Tehát egy ilyen terület az ilyen nagy. Még eljössz mondjuk ide Európába, és akkor egy terület az így ekkora. Erre fölfele, a seregük arra rámegyünk. Snake ad a kort. Nem aggódunk miatta. Ameddig nem engem akarnak megölni.
Ó, gyorsítja azt, hogy milyen gyorsan építjük bele a birodalomba ezt a területet, Teberid királyságot. Ki az? Mordor Tiborkán. Ő csak egy quarter. Mondjuk egy egész jó quarter egyébként. Mindegy, ő nem fontos nekem. Ameddig nem a rokonomat akarják, vagy engem, addig nem annyira érdekel. Sőt, technikailag egyébként az kijelenteni, hogy ameddig nem a rokonomat akarják, az egy erős kijelentés, tekintve, hogy mindjárt megtalálom. Itt kéne lennie, nem? Nem, ez a dinasztia. Tekintve, hogy van 183 tagja az én házamnak, mármint így a közvetlen háztagja, és amúgy az összes többi dinasztia tag, az 508 tagja van. Vagyunk egy páram. 1360 karakterből 508 a tagja a dinasztiámnak. Na ne viccelj. Mutasd meg a karaktereket. Nem, azért. Oké. Ott, oké. 51.800 karakter van. És abból 508 az enyém. Ami még mindig nem rossz egyébként, mert ha jól számolom, 10% az 5000, azaz a világ összes emberének az 1%-a az mi dinasztiánk tagja. Ami egyébként elég durva. Kevésnek hangzik az az 1%, de világszinten nézzétek. Világszinten ez elég jó. Jó, nem tudom, miről van szó. Azt mondja, hogy barátnak szüksége van a segítségre, segítsünk egy barátnak. Átmegyünk egy folyón, tajgában védekeznek. Ó, egész elveszítettük az előnyünket. Nem baj, így is megnyertük ezt a háborút. Mert elkaptuk a királyt, még foglalnunk se kell igazából. Srácok, itt olyan gyors háborúkat vívunk, ténylegesen harcolnunk se kell. Ezt alig csinálunk valamit, és ezt most, hogy így megcsináltuk, ezt így rá is bízzuk az itteni uralkodóra. Aki egyébként tátosista, nem a mi családunkba tartozik, ahogy nézem, de nincs ezzel semmi probléma, mivel tátos vallást követi. Tehát vagy a családunkba tartozik, vagy tátos vallás, ez a kettő. Vazallust adunk. Nézd csak, ez is, nem tudok többet egyszerre. Nem revoke title. Vazallust adunk. Nézd, még több vazallus. Még egy vazallus. Nagyon jó, még egy vazallus. De most arra vagyok kíváncsi, hogy vajon változott-e az ideje ennek. Szerintem nem. 1172-nél van, és 1200-ig kell jutnia. Ez meg lesz egy pillanat alatt. 16 hónapot ír, de ez eléggé nagy része megvan. Valószínűleg ez így önmagában is működik, tehát valószínűleg így a birodalmunk részébe így egy, nem tudom, egy 100 év alatt integrálódnak a területek. Ha megnézzük a game rules-t, itt meg tudjuk nézni. Itt azt hiszem van egy ilyesmivel kapcsolatos. Itt van divergence and hybrid culture cooldowns. Ez nem az lesz. Divergence. Nem ez a külön válás, de itt is egy 100 év meg 50 év, látjátok? Mongol invázió 1200-ba kezdik meg. Megtörtént már az? Mennyiben vagyunk? Fate End 1453-ban véget ér. Igen. Oké, nem tudom, hogy hol van, most így nem láttam hirtelen, de szerintem van egy ilyen. Tehát szerintem van egy, tehát egy 100 év szerintem, amivel kezdik, és gyorsítani tudod, és akkor abból lesz úgy 50-55 év. Vagy kevesebb, attól függően, hogy már hogy haladnak. Mert például a Teberidi királyság az eléggé jól haladt, és
Az, hogy az alatta lévő területek nem tartoznak a királysághoz, az nem feltétlenül a mi problémánk. Lázadoznak, az majd a Teberedi király problémája lesz, értitek? Ezért bátorkodtam itt növelni itt a területünket egy picikét. Mennyi vagyunk? 1134-nél? Wow, még rengeteg időnk van elfoglalni mindent. Illetve 1200-ban a mongol invázió, vagy a körül. Hova jön majd? Tehát konkrétan... Mit fog megtámadni? Mert nem hinném, hogy 40 ezer embert... 40 ezer embernél többet kapna. Lehet, hogy amúgy kap 40 ezer embert. Könnyen megtörténhet, de akkor meg viszont az van, hogy a... Katonaságunk egy picit nagy. Tehát így elég rendesen ki van itt képezve mindenki. Még tudnánk is növelni, hogyha nagyon szeretnénk, de most egy picit lement a bevételem. Lehet amiatt, mert nagy lelkűek vagyunk. Kevesebb bónuszunk van, érdekes. A idéglenes bónuszokból nagyon sok volt, ami nagyon sokat növelt. Na mindegy, figyeljetek, most itt lezárom ezt a részt, rengeteget foglaltunk, szóval lesz mit majd így egy ilyen képre kiraknom, hogy ah, itt is foglalunk, ott is foglalunk, amott is foglalunk, azt sem tudom. Itt foglaltunk, meg itt foglaltunk, szóval egész jó. Északi foglalásokat akartatok, tessék, megkaptátok. Már nem tudom, tizenvalahány rész óta mondjátok, északon is foglalja Attila, északon is menjünk, észak. Ott vagyunk. Foglaltunk. Északon látjátok, mondjuk így is úgy is foglalnak. Itt nekem északon egyedül annyit kell eltüntetnem, akik egy picit erősebbek. De ahogy nézem, a német király megnyerte itt a foglalásait, mert itt lett egy frísiai terület így elzárva. Mennyi Szorbiának az ereje? 7000, frísiának 7000, svédek 18000. A svédeket nem fogják tudni ott elverni. De amúgy, ahogy nézem, 7000 fő... 5-6 ezer, 7 ezer. A német király tud haladni. A németeket nagyon bele kell olvasztani majd a birodalomba, mert ez nagyon vicces, ahogy itt így ennyire sok vazallusuk van mindenhol. Amint végeztünk itt ezen a részen, mindenképp elkezdem őket. Mert ha a németek nem akarnának lázadozni tőlünk nagyon, akkor igazából visszaadhatnánk itt a vazallusokat nekik. És jobb lenne az egész. Tehát onnantól kezdve akkor a német király az foglalhatna mindent, amit szeretne. Na jó van, a legközelebbi részig, addig is sziasztok, és nézzetek körbe a csatornán, hát ha találtok mást, amit szívesen megnéznétek. Illetve, hogyha úgy gondoljátok, hogy tetszik eléggé a csatorna, és megtehetitek, akkor valamilyen formában támogassátok a csatornát, a leírásban találtok linkeket. A legközelebbi videóig, sziasztok!